Szokásos hétköznapi bevásárlás egy nyíregyházi élelmiszerüzletben. A vásárlók zöme a húspoltnál válogat, választék van, a vevők igyekeznek a jobb minőségű élelmiszereket megvenni. Húskészítményeknél, amiben több hús van és kevesebb só. Van ez a füstölt főtt tarja, az néha nagyon sós, ami be van itt csomagolva. Meg a bácskai úrka, tehát többen a só mennyiség. Van olyan lecsókolbász is, hogy nagyon sós. Ami jobb minőségű, drágább is, de inkább kevesebbet veszünk bele, és akkor jobbat teszünk. A péktermékek között is van különbség. Sokan a hagyományos kenyérről, az egészséges táplálkozás jegyében a több magvasra vagy a rozskenyérre váltanak. Reméljük, hogy az új évben kicsit már jobb lesz, mert eddig a rozsost vettem, de már azzal is egy kis probléma volt. Ettől az évtől minőségibb élelmiszerek kerülhetnek az asztalunkra. Változtak ugyanis az élelmiszerkönyv szabályai. A húskészítményeknél felemelték az elvárt minimális hústartalmat, a kenyérféléknél pedig az összetevőkre vonatkozóan szigorodtak a szabályok. Például a felvágottaknál 50%-ban kell húst tartalmaznia a készítménynek. A virslinél ez az arány 51, a krinolinnál 55%, a korábbi 40% helyett. A májkrém minimális májtartalma 25%-ra nő. A sonkák kevesebb sót tartalmazhatnak. A rozskenyér minimum 60% arányban rozslisztből készülhet, a keverék kenyerek összetevői közé pedig bekerülhet a hajdina és az amaránt is. Az új szabályozásnak köszönhetően a fogyasztók korrekt tájékoztatást kapnak az összetevőkről. Azok a cégek, amelyek eddig is magas minőségű termékeket állítottak elő, azok a cégek általában az ilyen minőségjavító szabályozás változást azt üdvözlik, hiszen ebben az esetben az ő jó minőségű termékeiknek nem nagyon alacsony minőségű termékekkel kell versenyeznie, hanem nyilván minden terméknek meg kell felelnie legalább azoknak az előírásoknak, amelyek az élelmiszerkönyvben megtalálhatók, tehát a verseny csökken. A péktermékeknél már a tavalyi év végén életbe lépett a szabályozás, a sütődék fél év türelmi időt kaptak az átállásra.